Sziasztok! A mai nap igazából egy rövid videót készítettem, annak a rációjából, hogy kipróbáltam, illetve folyamatosan használom a 1904-es új verziót. Elméletileg ez a legfrissebb, stabilágú terméke a KDN Live-nak. Ez 18-án jelent meg, ami azt jelenti, hogy a mai nap, azaz május 1-én, a munkások ünnepén bizony még elég friss, új verzió. Azaz vannak még benne olyan hibák, egyről fogok beszélni, egy hiba kezeléséről, ez lesz az első blokkba, majd az új verzió fő újdonságait fogom bemutatni. Azaz én nem fogok kitérni olyan dolgokra, amelyek nem érintenek engem közvetlenül, illetve nem érintik közvetlenül a videó vágást, illetve a hanganyag elkészítését. Ez fontos, hiszen ezzel kapcsolatban is több újítás került be ebbe a verzióba. A bevezetésként el kell mondanom, hogy a KDN Live új verziója hibás, illetve ez nem is teljesen igaz, mert 16 óra alatt orvosolták ezt a hibát, de nem mindegyik Flatpak csomagba, illetve natív telepítésbe kerültek be még a javítások a mai nap. Így bizony érdemes az alábbi kis trükköt tudni. Mi a hiba? A hiba az, hogyha a vágóeszközt az X-el keresed elő, és rajta van a kurzor, amit én mozgatok, ez a kis kéz, ha rajta van a videósávon, akkor lefagy, nem mozog, nem úgy működik, nem tudsz vágni. Meg is mutatom. Hát látható, hogy nem túl szerencsés, hiszen hát ezt megfogom, és nem megy, és az egész elkezd lefagyni, így bizony érdemes nem a gyors billentyűt használni, hanem magát az ikont, akkor már tudod a vágóeszközt mozgatni, és oda megy, ahova te szeretnéd, és tudsz kattintani. A másik megoldás, ami nem biztos, hogy mindenkinek működik, nekem működött, az, hogy úgy hívom meg a X-el a vágóeszköz, hogy nem a videósávon van a kurzor, amit mozgatok, hanem egy üres helyen, akkor rákattintok rá az X-re, és utána már odaviszem a kurzort, ahova akarom. Azaz használjuk úgy, hogy vagy az ikonból indítjuk a vágást a kis ollóval, vagy pedig odavisszük a kurzort egy üres sávra, és úgy már a gyors billentyű is működik. Ami jelen pillanatban a helyzet, a Flatpak csomagban nem működik, rendesen az X-el való vágóeszköz, ezt a trükköt kell bevetni egyes natív telepítésekbe, tehát a disztribúciót milyen gyorsan frissül. Itt én egy kicsit szerencsés helyzetben vagyok, hiszen az MX Linuxban még a régi van bent, tehát ebben nem is nagyon kell foglalkoznom, és apimicset használok. Azok közül van, amelyikben igen, van, amelyikben nem javították, így bizony vagy ezt a trükköt használod, vagy odáig zargatod a disztribútorodat, hogy hát már csináljon ezzel a tarthatatlan állapottal valamit, vagy pedig használsz a legújabb AppImage verziót, azaz nem az, amelyik a stabil, hanem a napi fejlesztés, ott már ezt az eszközt javították, hiszen jelezték, és bizony 16 óra alatt meg is lett az AppImage-be, hozzáteszem, a javítás, hogy a többiben mikor szivárok át, az egyelőre kérdés. Na de nézzük az újításokat. Talán az egyik legnagyobb újítás, hogy a vágósávot, az idővonalat teljesen átírták, így egy-két olyan funkció került bele, ami sokak szerint kényelmes, sokak szerint totál fölösleges, van, aki pedig zavarónak tartja. Én pozitívan értékelem ezt a változtatást. Az, ami nagyon jó, hogy ráhúzzuk a vágósávra a videónkat, akkor rögvest. Láthatóan ketté választja az audio és a videósávot, így nem kell kézzel ketté választani. A régi verzióban, ha nem választottad ketté, akkor az audio sáv, az audio hullámok itt a kép alatt jelentek meg. Ez sokszor kényelmetlen volt, illetve az a hibája volt a KDN Live-nak, hogyha ketté választottad a videó és az audio sávot, és esetleg még külön az audio sávhoz tettél is, vagy vettél is el belőle, akkor bizony időnként fagyni szokott. Ez a hibája úgy néz ki jelen pillanatban megszűnt, azaz kényelmesen lehet külön választani a videó és az audio sávot. Ami egy kicsit kényelmetlen, vagy legalábbis annak tűnik, hogyha több videósávod van, és például ilyet csinálsz. A
kettes videósávhoz bizony az audiósáv, a kettes audiósáv nagyon eltávolodik, ami látszólag kényelmetlen, hiszen ha ezt és ezt külön szeretnék szerkeszteni, egyszer egyikkel, másszor másikkal dolgozni, akkor bizony lapozgatni, a csúszkát használni kell. Ne erre gondoljatok, hogy egy videósáv, meg még egy videósávhoz két audiósáv tartozik, hanem esetleg van 8-10 videód, videóklipped, ami különböző sávokon van, akkor a 8-nak az audiósávja jól eltávolodik. Természetesen erre is van megoldás, a későbbiekben megmutatom. Ami nagyon kellemes újítás, hogy a videó, illetve audiósávokat kézzel tudod piszkálgatni, szélesebbé, keskenyebbé tenni. Megfogod és lehúzod. Azaz a videósáv, amit éppen szerkesztesz, jó nagyban jelenik meg, ha pedig éppen úgy gondolod, hogy kisebb kell, és mindegyiket szeretnéd egyszerre látni, akkor bizony megfogod, megjelenik a kettős nyíl, és összetöpörgeted egy ilyen kellemes, átlátható és egyszerűen szerkeszthető, hiszen fogod, és akkor már mindent látsz, mozgatható sávvá alakul át. Azaz, kényelmessé tették a videóknak a vágását, azzal, hogy jól bele tudsz nagyítani, illetve a másik végletet is könnyen megteszed, az összes sávot összenyomod, és akkor ebbe a felbontásba olyan 5-6 videósáv és hozzátartozó audiósávot egyszerre fogod tudni látni, és akkor az elrendezéseket kényelmesen meg lehet tenni. A következő változtatás, ami nagyon kényelmes tud lenni, bár én igazából nem sokat használom, az, hogy a billentyűkkel a jobbra-balra nyilacskával tudod mozgatni az adott klipet. Ez mit kell tenni? Kijelölöd az adott klipet, majd a Shift G gomb megnyomásával láthatóan egy kicsit megsárgul, vastagabb sáv jelenik meg alatta felette, majd a billentyűzeten a jobbra, illetve balra nyilacskával mozgatható lesz a klip. Ez kényelmes, hogyha éppen pozícionálni szeretnél, finoman tudod állogatni egy-egy kis mozgatással, vagy ha folyamatosan tolod, akkor gyorsan mozog. Kényelmes akár egérrel, rákattintok, és egérrel is tudom mozgatni, akár billentyűkkel is tudjuk mozgatni az adott klip részletet. A következő, ami számomra nagyon kényelmes, hogy bizony emlegettük azt, hogy a videó egy videó kettőhöz, a kettőhöz már nagyon távol kerül az audiósáv, ami igazából nem mindig kényelmes, ezt is meg lehet oldani. Gyakorlatilag ehhez két kis ikont érdemes az eszköztárunkra felvenni, azaz rákattintunk ide, eszköztárak, és nem az alapeszköztárat, nem az extra, hanem a timeline-hoz tartozó, idővonalhoz tartozó eszköztárat használjuk, kikeressük, hozzáadjuk azt az ikonkát, ami számunkra fontos. A mixedet keressük, mixed, és meg is jelenik, ezt kell keresni, hozzáadod. Majd a másik, ami fontos dolog, a split audio track, és hozzáadod. És alkalmaz, és oké, meg is jelent a két új ikonka. Azt hiszem a legegyszerűbb a magyarázat helyett kipróbálni az eszközt. Az egyikre rákattintunk, amikor látjuk, hogy a A2-höz a V2 hozzácsapódik, azaz a videó és az audiósáv egymás alatt jelenik meg az adott klippen belül. A másik visszaállítja az eredeti gyári helyzetet, mindenki azt használja, ami számára kényelmes, illetve azt kell mondanom, hogy ha valakinek éppen olyan kedve van, billentyű kombinációt is rendelhet ezekhez, és akkor már villám gyorsan billentyűzetről tudja váltani a kétféle megjelenítést. A következő lehetőség már az effektusokat, illetve az átmeneteket segíti, hogy gyorsabban és kényelmesebben dolgozzunk. Egy átmenetet fogok hozzátenni az átfedett kliphez, hiszen azon lehet legjobban látni. Hozzáteszünk egy átmenetet, akármelyiket, amelyiket lehet beállítani, és használ kulcsképfájlokat. A beállítási panel ugyanaz a régebbi hagyományos lehetőségeknél, azt tettük, hogy hozzáadtunk oda, ahova szerettünk volna egy kulcsfájt, hozzáadok,
egyet, és ott a beállítást megváltoztatom akármire, és utána így egymás után oda bepozícionálva a kis kurzorunkat, ahol változásokat szeretnünk volna elérni, akkor meg tudtuk tenni. Nézzük is meg, mi történt. Hát egy ilyen kis oda megy, és utána végig ott is marad. Majd hozzáteszünk egy ilyet, hozzáadjuk a kulcsfájt, és akkor odáig legyen a 100%. Tehát így kézzel lehetett állogatni a beállításokat, ami viszonylag könnyű és egyszerű volt, miután megszoktuk. De most már annyit tudunk tenni, hogy a kulcsfájlokat egy kattintással hozzá tudjuk adni. Megfogjuk, és lejjebb mozgatjuk. Oda mozgatjuk, ahova szeretnénk, illetve hogyha rákattintunk a vonalra, akkor újabb kulcs kockákat adhatunk hozzá. Igen, még egyet, és akkor ezeket mozgathatjuk is, ahogy szeretnénk. Így a nagyítás úgy változik, ahogy éppen nekünk kell. Látható, igaz? Tehát kézzel úgy mozgatod, ahogy szeretnéd, ahogy kényelmes számodra. Így nem csak egy-egy effektus vagy átmenetet tudsz gyorsan beállítani, hanem ha több van, és szinkronba szeretnéd hozni az adott effektust egymással, vizuálisan látod, hol vannak azok a pontok, amelyikkel változik az effektus minősége, vagy az átmenet minősége, és azokat mozgatva vizuálisan be tudod szépen pozícionálni. Kényelmes megoldás véleményem szerint, hiszen gyorsabbá teszi a munkát, nem kell el és vissza lépkedni a beállítási panel, illetve a kép, amelyeket szerkesztesz, videó, amit szerkesztesz között. Azért azt hozzá kell tenni, az első gondolatom az volt, hogy mi a fenének, micsoda béna dolog, de utána rájöttem arra, hogy bizony, ha megszokod, ezt hozzáteszem, ha megszokod, viszonylag gyorsan tudsz dolgozni. A másik újítás, amiről szeretnék beszélni, az egy kicsit ilyen kellemetlen érzéssel tölt el, hiszen az App Image terjesztésbe nincs bent. Ez elég kellemetlen, hiszen én azokat használom, hogy mindig a legújabb verziót tudjam alkalmazni, illetve az összes hibajavítást mielőbb megkapjam, azaz vagy a natív telepítésű, vagy a Flatpak csomagokba található meg ez a lehetőség. Mi is ez? Fel tudsz venni hangot. Azt hiszem, eddig nagy hiányossága volt a KDN Live-nak, hogy kényelmesen és gyorsan nem tudtunk hangot felvenni. A hangfelvétel úgy történik, hogy rákattintasz az audio sávra, majd itt a show record control, szóval bepipálod, ha nincs bepipálva, akkor ilyen mesztelen, nincs ott a piros pöttyöd, bepipálod, illetve a következő lépés, ami az első lépésnek kéne lenni, rákattintva beállítod azt a hangforrást, azaz a mikrofonodnak a hangforrását, amit használni akarsz, apply és OK után már fel is tudsz venni. Rákattintasz a piros pöttyre, rákattintasz, és látod azt, hogy elkezdett ugrálni a felvételi sáv. Lekapcsolod, és bizony kaptál egy új hangsávot, amit rá tudsz húzni az adott hangsávra, és bizony meghallgathatod azt, amit beszélsz. Ez akkor jó, amikor van egy videód, és alá beszédet, saját beszédetet utólag szeretnéd ráhelyezni. Eddig jó esetben megoldható volt, de általában azt szoktuk csinálni, hogy egy hangfelvevő, mondjuk az Audi CD-vel felvesszük az adott hangot, és majd beillesszük, beimportáljuk, és beillesszük. Itt most gyakorlatilag alá tudsz beszélni egy videónak, ha éppen nem tetszik az a szöveg, amit felvettél menet közben, vagy éppen így köhögsz, akkor bizony az alá tudsz egy újabb hangsávot felvenni, és ugyanúgy tudod használni.
amire nagyon figyeljetek, és most megmutatom, hogy hogyan nem működik ez a kellemes lehetőség, ha egy audiósávon állsz, tehát egy videónak az audiósávján, akkor ha el akarod indítani a felvételt, akkor kérje, hogy bocsi tesó, de hát én ezt nem akarom fölülírni, keres olyan helyet már magadnak, ahol tudsz dumálni, és itt üresre tettem, és már a felvétel működik, és ahogy látni, a következő hangsáv is elkészült, majd ahova kell, oda bele tudom tenni. Azaz, hogyha egy beszédet szeretnél lecserélni egy videó alatt, lecserélni, akkor első lépés az, hogy ketté választod az audio és a videó sávot, az összelinkelést megszünteted, kivágod az adott audio részt, majd beteszed az új audio részt, amelyiket te éppen beszéltél és felvettél. Későbbiekben rá fogunk erre térni, jelen pillanatban csak azt szerettem volna megmutatni, hogy bizony van hangfelvételi lehetőség, azaz nem kell külön programhoz fordulnod, ha ilyesmit szerettél volna. Én azokra a lehetőségekre, újításokra nem térek ki, amelyek nem érintik közvetlenül a videó és a hangvágást. Az, hogy stabilabb lett, szebb lett, a kinézete egy kicsit jobb lett, hát bizony nagyon érdekes, illetve ami már nagyon időszerű volt, az effektusokból, átmenetekből kiszelektálták azokat, amelyikek nem működtek. Ami igen idegesítő volt, hogy olyan effektusok is voltak benne, amelyik nem vagy nem korrektül működött. Az utolsó dolog, amit meg szeretnék mutatni, igazándiból nem is újdonság, csak áthelyezése, és iszonyatosan kellemetlen volt, hogy áthelyezték. Nagyon sok olyan effektust kipaterolták a Cadence Live-ból, ami nem működik. Hát én természetesen a gyorsító-lassító effektust, azaz a gyorsaságot és a lassúságot szabályozó effektust agyba fölbe kerestem az effektusok között, azután olvastam el, na hát természetesen az ember utólag olvas, hogy azt áthelyezték, nem effektus lett, hanem rákattintunk, és akkor lesz ilyen, hogy a sebesség változtatása, és akkor ebbe a panelba tudod a sebességet változtatni, ami valljuk be, eléggé fura annak, aki éppen ahhoz szokott, hogy az egy effektus. Az egy effektus, és azt ott keresgélte, nézzük is meg, mit csinálunk. Hát bizony, ez legyen, hát ez 150%-os, és akkor, ahogy látni, hogy csak lássátok, hogy ez működik, a hossza meg fog változni, hiszen rövidebb idő alatt fog lefutni az a kocka szám, amelyet szerettünk volna gyorsítani. Amit hozzá kell tennem, hogy egy kicsit negatívan álltam hozzá ez a változtatáshoz, ez legalább működik. A régebbi effekt megoldásban bizony voltak hibák, amikor nem úgy működött, ahogy azt én elvártam volna tőle. Hát, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, mindenkinek kellemes és jó május 1-jét. Ezzel el is árultam, hogy május 1-jén vettem föl ezt a kis videót, és mindenkinek jó szórakozást, jó videóvágást kívánok az új verzióval. Köszi szépen, sziasztok!